Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig az Ultrahang külön kiadása a szlovákiai választási eredményekről. Sokakat meglepett, hogy Robert Fico pártja megszerezte a Voksok 23-24%-át, és ezzel úgy tűnik, hogy megnyerte az előrehozott szlovák parlamenti választásokat. Nem így számoltak a legtöbben. Lungauer András kollégám ismerteti majd a legfrissebb eredményeket, illetve a háttérinformációkat, meghívott szakértőinkkel pedig azokra a kérdésekre keresünk többek között a választ, hogy miért maradtak ki ismét a felvidéki magyarok, a szlovákiai magyarok a képviseletből, illetve hogy milyen tanulságai vannak a választásoknak, de annak is utána járunk, hogy milyen kormány, milyen koalíciós kormány alakulhat majd Szlovákiában. Érdemes lesz tehát velünk tartani, egy pörgős adást raktunk össze ismét. Andris, tiéd a szó, mit tudunk a szlovákiai választásokról, mik az eredmények, és szerinted mik a legfőbb tanulságok? Köszönöm, Tamás. A Telex úgy számolt be a szombati előrehozott parlamenti választásról a szlovák választási iroda adatai alapján, hogy szinte teljes 99,98%-os feldolgozottságnál Robert Fico volt kormányfő pártja, a Smer, szlovák szociáldemokrata nyerte meg a választást 22,95%-kal, mögöttük a baloldali liberális progresszív Szlovákia, amit a Markíza televízió szombat este közzétett exit poll felmérése még a választás nyertesének vetített előre, 17,96%-kal lett a második, míg Fico egykori párttársa, Peter Pellegrini miniszterelnök 14,7%-ra számíthat szociáldemokrata pártjával, a Hlasszal. Az eredmények szerint szövetségben indulva bejutott a parlamentbe Igor Matovics ex-kormányfő pártja, az Egyszerű emberek 8,9%-kal, magabiztosan megugorva a koalíciók elé felállított 7%-os küszöböt. A többi pártnak csak az 5% kell a bejutáshoz, ez alapján ott lesz még a fentieken túl a pozsonyi parlamentben a kereszténydemokrata KDH 6,82%-kal, a liberális szabadság és szolidaritás 6,32%-kal, és a szélső jobboldali szlovák nemzeti párt 6,63%-kal. A szintén szélső jobboldali republika a bejutási küszöb alatt maradt a maga 4,75%-ával. A magyar kormány által támogatott szövetség pedig 4,39%-os eredményével szintén nem jut be a pozsonyi parlamentbe, bár a részeredmények alapján egy ponton még úgy tűnt, a pártnak lehet némi esélye a bejutásra, a feldolgozottság növekedésével egyre jobban távolodtak a bejutási küszöbtől. A másik két magyar erő, a Modri Most Híd közös lista és a Magyar Fórum egyáltalán 0,5% alatti eredményt ért el. Ezek tehát az adatok a Telex beszámolója szerint. Azt is hozzáteszik egyébként, hogy a részvétel rendkívül magas, 68,5% volt. Ilyen magas részvétel 2002 óta nem volt szlovákiai választáson. Természetesen az utána egyből felmerülő kérdéssel is foglalkozott a média, hiszen nehéz koalíciós tárgyalások várnak majd Ficóra, hiszen nem más, mint a kormánykoalíció összeomlása volt az, ami ahhoz vezetett, hogy az eredetileg jövő tavasszal tervezett választás helyett most tartottak előrehozott választást. Az előző kormánykoalíció a Ficóféle rendszer leváltását tűzte ki célul, de a koronavírus járvány nem volt egyszerű feladat, és a kormánypártok vitákba, bizalmatlanságokba és szakításokba keveredtek. Ezek között egyébként sok hangos jelenet is volt. Fico újult erővel tért vissza a politikába, 2018-ban lemondott ugyan, és a 3 évvel ezelőtti választások után le is írták, és még eljárások is indultak ellene, a koronavírus járvány miatti korlátozások elleni tüntetésekben újra meg tudott erősödni, erre aztán az is ráerősített, hogy az ukrajnai háború folyamán Amerika ellenes és az ukrán támogatást kifogásoló üzeneteket fogalmazott meg, és azt is megígérte, hogy véget vetne Ukrajna katonai támogatásának. Ezért is okozott nagy meglepetést, amikor Fico pártja végül nagy különbséggel nyerte meg a választást, de így sem tud majd egyedül kormányt alakítani az arányos választási rendszer miatt, így mindenképpen szövetséget kell majd kötnie legalább két párttal, a többséghez legalább 76 képviselőre van szükség a 150 fős törvényhozásban. Reakciók is érkeztek az eredményekre. Magyarország külügyminisztere vasárnap üdvözölte Robert Fico győzelmét a szlovákiai választásokon, mondván, hogy Fico osztja a magyar kormány álláspontját olyan kérdésekben, mint a migráció és az ukrajnai háború.
Robert Fico ugyanazokat a nézeteket vallja a háború, a migráció és a nemek közötti egyenlőség kérdésében, mint mi. Győzelme komoly esélyt kínál a Visegrádi Szövetség megerősítésére, írta Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében. Vera Jurová is reagált az eredményekre. Az Európai Bizottság elfogadja és tiszteletben tartja a szlovákiai parlamenti választások eredményét, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a választásokat példa nélküli dezinformációs nyomás kísérte. Így fogalmazott az Európai Bizottság alelnöke az értékekért és az átláthatóságért felelős biztos vasárnap a közszolgálati cseh televíziónak adott interjúban. Szlovákiában a választások előtt például hamis és mesterséges intelligencia által készített videót terjesztettek, Jurová állítása szerint, sőt, szerinte a visszaélés a modern technológiákkal veszélyt jelenthet az európai demokráciára is. Veszélyesnek nevezte azokat az álhíreket is, amelyeket a külföldi hatalmak esetleges beavatkozásáról terjesztettek. Tiszteletbe tartjuk a szlovák választók akaratát, lehetőségük volt az önálló döntésre, de a manipulációk magas szintje mellett, mondta az Európai Uniós biztos. A példa nélküli dezinformációs nyomás célpontja a múlt héten éppen a progresszív Szlovákia volt, szögezte le Jurová. Azt állította, hogy a szlovák információs térséget szélsőjobboldali és a Kremlhez közeli forrásokból származó információk árasztották el. Arról, hogy hogyan befolyásolta ez a választási eredményt, Jurová nem kívánt nyilatkozni. Petr Fiala cseh miniszterelnök hitet tett amellett, hogy Csehország és Szlovákia között még szorosabb együttműködést kell kialakítani. Jó kívánságait tolmácsolta a szlovákoknak, remélve, hogy a választások utáni tárgyalásaik eredményes kormányalakításhoz vezetnek. Fiala a szlovákiai parlamenti választások eredményével kapcsolatos gondolatait az X közösségi hálózaton keresztül osztotta meg, emellett az ötpárti koalíció vezetői is kifejezték azon óhajukat, hogy eddig az átlagon felüli kapcsolatokat a leendő szlovák kormánnyal is fenn kívánják tartani. Figyelemmel kísértem a szlovákiai választások eredményét, és a legjobb kívánságaimat fejezem ki a szlovákoknak a választások utáni sikeres tárgyalásokhoz, amelyek egy ütőképes kormány megalakulásához vezetnek. Bízom abban, hogy a kormányzati szinten továbbra is szoros együttműködést folytatunk országaink közös előnyére, jelentette ki Fiala. Hangsúlyozta a történelmi köteléket, a földrajzi közelséget és a baráti kapcsolatokat, amelyek Csehországot és Szlovákiát összekötik. Ezek tehát az eredmények, illetve a kilátások, illetve így reagáltak a szomszédok. Most pedig következzen Nógrádi György és Király Tamás. A vonalban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözöljük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Szlovákiában választásokat tartottak. Sok vegyes érzelem kavarog, meg nyilván érzelem is, meg logikus magyarázatok is bennünk, de mi ön szerint a legfontosabb tanulság? Nagyon sok a tanulság. Az egyik az, hogy a magyar pártok szentül hitték, hogy bekerülnek a parlamentbe. Azért mondom, hogy pártok, mert egy szövetség jött létre. 5% a bekerülési határ Szlovákiába. Utolsó pillanatig úgy nézett ki, hogy ez a pártszövetség 4,8 és 5,5 között fog kapni. 4,4-et kapott. A másik megjegyzés, hogy nem lehet eltekinteni attól, hogy 3 magyar párt volt. A két kis párt, tetszik vagy nem tetszik, szavazatokat vitt el. Az 5%-os határt a szövetség nem tudta megugrani. 25 párt indult a választásokon, és az eredmény a magyarok számára kiábrándító. A részvétel 68,5% volt, ami picivel több, mint az előző választásokon. Győzött a Smer, ahogy várható volt, 22,9%-kal. A második a Progresszív Szlovákia párt, 12,9-tel, a harmadik a Hang 14,7-tel. Az egyszerű emberek 8,9-et, míg a kereszténydemokrata mozgalom 6,8%-ot értek el. Tanúság 1. Hárompárti koalíció kell, hogy létrejön. Legalább 3 párti. 2. A kormányban nem lesznek magyarok. 3. Ha nincsenek magyarok a kormányban, akkor nem lesz magyar érdekképviselet, és el lehet újra mondani, hogy nagyon jó szerepeltek a magyar pártok a megyei választásokon, de országosan nem. 4. Azért én is voltam egy hét alatt 2-szer a Felvidéken, és én most már elmondtam a választások előtt 1-2 nappal, hogy kézzelfogható ellentétek voltak a magyar vezetők között, és ez visszaütött. Ha az előző választást nézem, a magyarok 70%-a ment el szavazni, ami egy rendkívül alacsony arány, és ezek közül is 30% nem magyar pártokra szavazott, részint azért, mert kiábrándultak, részint pedig azért,
mert az összes szlovák párt volt olyan okos, hogy magyar jelölteket is rátett a listájára, mondom magyarul, a részvétel alacsony volt, nem volt olyan magas, ami a magyarok számára áthághatatlan lett volna, az eredmény viszont kiábrándító. Át kell gondolni a szlovákiai magyarok stratégiáját, de az eljövendő évekre hiába lesz valószínűleg olyan miniszterelnöke Szlovákiának, akivel sokkal jobb lesz a kapcsolat Budapest és Pozsony közt, a magyarok Szlovákiába kormány szinten és a parlament szintjén érdekeiket nem tudják érvényesíteni. Egy kérdés erejéig maradjunk még a magyaroknál. Ugye a felvidéki magyar párt, azaz a szövetség alelnöke Mózes Szabolcs nyilatkozott, és azt mondta, hogy az eredmény akár az etnikai alapú politizálás végét is jelentheti. Ugye mi az Ultrahangon is biztattuk a felvidéki magyarokat, hogy vegyenek részt a választásokon, és én magam is sok levelet kaptam azzal kapcsolatban, hogy igen, elmegyünk, de szlovák pártra fogunk szavazni, mert úgy érezzük, hogy a magyarok nem képviselik az érdekeinket. Mit jelent ez, és mit jelent Mózes Szabolcsnak az a nyilatkozata, hogy ez akár az etnikai alapú politizálás végét is jelentheti? Ez azt jelenti, hogy Szlovákiában, mint mindenütt a világon, a kisebbségek aránya, most a bevándorlást hagyjuk, drasztikusan csökken. Ha megnézem, az egész megyerendszert úgy szervezték át, hogy egyetlen megyébe se legyen magyar többség. Ez azt jelenti, hogy el kell, magyar pártoknak meg kell tanulniuk, hogy karizmatikus vezetőre van szükség. Ez sajnos a szlovákiai magyaroknál eddig nem jelentkezett. Meg kell tanulnia, hogy a személy ellentéteiket tegyék félre. Én voltam olyan nagy gyűlésen, ahol a egyik jelölt, aki 100-valahanyadik volt a listán, azt mondta, hogy biztos abba, hogy bekerül. Meg kell tanulniuk azt, hogy a magyar érdekeket és ne az egyéni érdekeiket képviseljék, és tudomásul kell venni, hogy mindenütt a magyarok száma a szomszédországokban sajnos csökken, részint a kivándorlás, részint a vegyes házasságuk révén, és teljesen új feladatok lesznek. Nyilvánvaló az, hogy az új szlovák kormány, amelyik legalább 3 pártból fog állni, jó kapcsolatokat akar építeni Budapesttel. Ez már látszik az ukrajnai politika kialakításában, de azt is tudomásul kell venni, hogy rövid távon hiába lesz jó vagy jobb a viszony Budapest és Pozsony közt, a kinti magyarok sajnos nem tudják sem a kormányban, sem a parlamentben érdekeiket képviselni, és ez óriási hátrányt jelent. Egy nappal vagyunk túl a választásokon, rengeteg a kérdőjel, az összes többit meg fogjuk látni. Akkor egy utolsó kérdés a végére, hogy úgy tűnik, hogy koalíciós kormányra lesz szükség ahhoz, hogy Robert Fico újra miniszterelnök lehessen. Egyrészt lát-e erre esélyt, másrészt hogy látja, milyen jellegű kormányzat alakulhat Szlovákiában? A válasz az, hogy a 25 pártból mindössze néhány került be a parlamentbe. Az esély az, hogy Fico kormányalakítást fog végrehajtani, bármely párttal meg tudja csinálni, de mivel egy párt szövetség lesz, ez azt jelenti, hogy egy instabil kormányzat jöhet létre, eddig is az volt. A 3 pártból legalább az egyik lehet, amelyik Fico pártjából kiszakad, de miután most mindenki a győzelmet ünnepeli, illetve a sebeit nyalogatja, nyilvánvalóan erre néhány nap után kerül sor, hogy az érdemi tárgyalások elkezdődnek. Ugrádi György, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Köszönjük, Tamás! Már is folytatjuk tovább egy következő beszélgetéssel adásunkat. Ennél a választásnál azonban még fontos kiemelni egy rendkívül érdekes paramétert, mégpedig nem más, mint az orosz-ukrán háborút, illetve ennek a kampányra, illetve a választásra gyakorolt hatását. Ez sok szempontból érdekes, a következő interjúkban majd el fog hangzani, hogy miként befolyásolta ez magát a választásokat. Viszont amit mindenképpen azonnal meg lehetett figyelni, a választásokat követően, az nem más, mint ahogyan a média beszámolt a történtekről. Ukrajna ellenes és orosz párti győzelemről számolt be a nemzetközi média. Orosz párti győzelemről számolt be például többek között a Guardian, az Express, a Euronews és a CBC, de ezek csak példák a sok közül. Vagy éppen a Newsweek címlapján lehetett azt olvasni, hogy az ukránok lesznek a legnagyobb vesztesei a szlovák választásoknak. De ugyanezt máshol is meg lehetett figyelni, hiszen az RT például arról számolt be, hogy az ukrán párti kormány vesztett ezen a választáson, úgyhogy már a média beszámolókból nagyon hamar egyértelművé vált, hogy ennek a választásnak is rendkívül fontos része volt az orosz-ukrán háború, illetve a támogatások kérdése. Ugye korábban említettük, hogy Robert Fico megígérte, hogy le fogja állítani az Ukrajnának nyújtott támogatást, a katonai támogatást, hogy teljesen pontosak legyünk.
A választások eredményének kihirdetése után pedig úgy fogalmazott, hogy Szlovákiának nagyobb problémái vannak, mint Ukrajna. Később egyébként hozzátette, hogy továbbra is készen állnak Ukrajnát humanitárius segítséggel támogatni és az újjáépítésben támogatni, de aláhúzta, hogy a fegyveres támogatásban képviselt álláspontjuk ismert. Korábban egyébként arra is kifejezte szándékát, hogy szeretné majd blokkolni Ukrajnát attól, hogy bármikor is csatlakozzon a NATO-hoz. A kampányban képviselt álláspontja alapján tehát ilyen jellegű intézkedéseket és külpolitikát lehet várni az új szlovák vezetéstől, amennyiben sikerül kormányt alakítani. Erről is szó lesz egyébként a most következő interjúban Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel, akit Király Tamás kérdezett. Tamás, tiéd a szó. Ma interjút készítettünk Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel is, aki Ománban tartózkodik. Ő hangsúlyozottan ugye nyilván nem szlovákiai szakértő, viszont ennek az egész választásnak van egyfajta orosz-ukrán háborús aspektusa is, lévén, hogy a szlovákiai kampány témák között is bőven szerepelt az orosz-ukrán háború. Georg Spötlével még ma délelőtt készítettünk interjút. Ennek az interjúnak most azt a részét játsszuk le, amelyben a szlovákiai választások eredményéről beszélgettünk. Szerintem hozzájátszik a szlovák helyzethez az is, ugye, hogy a támogatások, mind a pénz, mind a fegyverek Ukrajnának, az már nagyon sok, hogy szlovák ismerőseimmel beszélek, ez már sok nekik. Tehát nem akarják Szlovákia is, tehát az emberek is ugyanúgy békepártiak, mint a magyarok, és nyilvánvalóan Fico megígérte, hogy nem fog több fegyvert szállítani, holott eddig ugye a szlovák kormány például vadászgépeket is, ugye MiG-29-eseket leszállított Kijevnek, és ennek most állítólag vége lett. Szomorú viszont az, hogy a magyarok nem kerültek be, tehát nem lesz magyar hang igazából a pozsonyi parlamentbe, ez nekünk a rossz hír. De amúgy azt mondom, a nemzetközi szinteret most megnézve, a háborút megnézve, tehát nem egy rossz dolog, hogy Robert Ficóik nyertek, és hát nyilvánvalóan azért ennek, hogy a progresszívak csak továbbig hát nem túlzottan örültek, mert ugye lesz egy konzervatív eltolódás újra Szlovákiában. Nagyon érdekes volt látni, hogy hogyan fordították le a szlovákiai választások tétjét egyes hazai sajtóorgánumok. Én olvastam olyan véleményeket, hogy a mostani választások tétje, hogy még Orbánnál is Putyin barátabb vezetés kerül Szlovákia élére, vagy egy nyugatbarát progresszív vezetés lesz. Ez egyébként szerinted azt is jelentheti, például ugye Szlovákia is egy kis ország, de láttuk, hogy azért fegyvereket szállított, hogy szép lassan egyes országok így egyenként is elindulnak a béke irányába, és ez akár összeadódhat? Hát bízunk benne, tehát ez a fő cél. Ugye nagyon érdekes, hogy a nyugati sajtó rögtön azzal kezdte, nem az, hogy gratulálunk Ficónak, és hogy demokratikus választás, hanem hogy jaj, mi lesz Ukrajnának, nem fognak most többet fegyvert kapni, tehát ez volt a legfőbb cél. És valóban, ha valaki a békéről beszél, azt rögtön úgy állítják be, hogy az Putyin barát, az orosz barát, az nyugatellenes, holott nem, az emberek egyszerűen nem szeretnének háborút, tehát úgy választottak, úgy szavaztak, ugye, hogy egy olyan politikus és egy olyan párt kerülje a hatalomra, amelyik arra szól, hogy minél előbb tűzszünet legyen, és fejezzük be ezt az őrületet, tehát ne kelljen több embernek a fronton meghalnia, és ez egy teljesen normális reakció. És ugye az emberek is azt szeretnék, hogy az adó centjeikből ugye elrohan Szlovákiában, ott Szlovákiát építsék, tehát az ottani iskolafejlesztés, ottani közegészségügy fejlesztés, az embereknek ugye több maradjon a zsebükbe, ott is mondjuk díjakat emelni. Tehát azért Szlovákiában, hogyha megnézzük például a keleti részek, pont az ukrán határ fele, azért rengeteg fejleszteni való van. Tehát jártam ott kisebb településeken, és azért hát lenne tennivaló és szükség lenne pénzre. Roma fölzárkóztatás kiemelném például, tehát jöttem át ott roma településeken, és hát rossz volt nézni olyan, mint hogyha Bangladesbe járnék. Tehát ezeket az embereket mindenképpen enni kell valamit. És ez nyilvánvalóan pénz szükségeltetik, ugye, hogy még több iskolát építsenek, hogy támogassák anyagilag érdekeltét, tegyék például a roma szülőket, hogy a gyerekeiket rendszeresen iskolába járassák, elvégezzék a gimnáziumot, a tehetségesebbek ugye a felsőoktatásba is kerüljenek. Tehát rengeteg tennivaló van, erre kellene a pénzt költeni, nem pedig háborúra, és nyilvánvalóan azért az emberek elég bölcsek voltak, és ugye átgondolták, hogy kire szeretnék szavazni, hova menjen a pénzünk, mert nyilvánvalóan azért ez nagyon fontos az embereknek, hogy első körben olyan politikus kerüljön a hatalomra a következő 4 évre, aki Szlovákia érdekeit nézi, most függetlenül attól, hogy itt felvidéki magyarokról, vagy pedig ugye őslakos szlovákokról beszélünk, akik ott élnek az országban. Köszönjük szépen! A következő beszélgetésben arra voltam leginkább kíváncsi, hogy milyen a magyar pártok helyzete Szlovákiában.
hogyan alakultak ki ellentétek, miért szavaztak magyar emberek szlovák pártokra, hogyan alakul így most a magyar érdekképviselet, szükség lehet-e stratégia váltásra, illetve önmagában arról is, hogy milyen a lakosság véleménye, milyen a hangulat. Ahhoz pedig, hogy ezekre a kérdésekre a lehető legpontosabb választ kapjam, természetesen Szlovákiából kapcsoltuk vendégünket, fogadják szeretettel. Folytatjuk adásunkat, és hát az előző percekben a választási eredményeken felül elemzéseket is hallhattak a hallgatók, ez sem lesz most másképp, ugyanis itt van velünk a vonalban Bugár Árpád, felvidéki tudósító, akit nagy szeretettel köszöntünk. Én is köszöntöm mindenkit, a hallgatókat is, szervusztok! Sok szempontból jártuk körül az választási eredményeket, a felmerülő eredményeket, viszont úgy gondoltuk, hogy mindenképpen jó lenne a helyszínről is egy pár szempontot végigvenni. Ugye elsőként az merülhet fel a hallgatóinkban is kérdésként, hogy a lakosság szemszögéből, a magyarság szemszögéből a mostani választási eredmény szolgáltatott-e bármi meglepetést, okozott csalódást, örömöt? Mi most az eredmények után így az emberek reakciója? Hát igen, voltak meglepetések az előzetes felmérések tükrében is. A magyar közösség szempontjából természetesen végül is nem volt meglepetés, mert a felmérések is azt mondották, hogy nem kerül be a szövetség, és hát sajnos ez be is bizonyosodott, bár ők nagyon igyekeztek mozgósítani az utolsó hetekbe, végül csak 4,4%-ot kapott a szövetség, aki végül is az egyedül elálló magyar párt maradt, ugyanek két magyar érdekeltségi párt, egy szlovákokkal közösen indultak, de ott 0,1%-ok jöttek ki, de mégsem a szövetség nem jutott be. Tehát ez egy nagyon sajnálatos tény, nagy volt a fogadkozás, hogy most sikerül, ugye legutóbb 3,5 éve először nem jutott be magyar párt a szlovák törvényhozásba, és hát ilyen utolsó esélyként tekintett rá mindenki, de hát sajnos nem jött be. A másik meglepetés az kicsit kellemesebb, hogy a szélső jobboldali köztársaság nevű párt sem jutott be, ők is épp csak lecsúsztak az 5%-os küszöbről, így most szélsőjobboldali párt nincs a szlovák törvényhozásban, pedig ők is most már hosszú évekig ott voltak. Arról mit lehet elmondani, hogy ugye jelen pillanatban sokféle párt van Szlovákiában, és ez a magyar pártok körében sincsen másképp. Gondoltam, hogy esetleg egy nagyon rövid általános kitekintést nyújtatnánk a hallgatóknak, hiszen azok, akik például mondjuk a hírekből értesülnek az ottani eredményekről és változásokról, azoknak például nem mindig tiszta, hogy mondjuk hányféle magyar párt van, miért volt szükség például szövetségre, hogy hogyan áll fel ez a rendszer, mi most például a magyar pártok berendezkedése? Hát akkor megpróbálom röviden kitekintést történelmileg is. Az önálló Szlovákia megalkotása után volt 3 magyar párt, azok kisebb-nagyobb sikerekkel indultak. Tehát a 90-es években az összeálltak végül egy magyar párt volt, a Magyar Koalíció pártja. Ugye ez sikertörténet volt, mert ők 8 évig kormányzó erős volt, de az akkor bebizonyosodott, hogyha a magyar kisebbség felvidéken együtt szavaz egy erőre, akkor sikeresek tudnak lenni, tehát még a magyar kisebbség számarányát fölött tudták képviselni a parlamentbe ez a párt. Aztán újra összevesztek, 3 párt alakult ki, illetve 2. Még 2010-ben akkor megalakult a Híd, akik az együttműködés pártjának apostrofálták magukat, és ez sikeres is volt, mivel ők aztán 3-szor bekerültek a parlamentbe, szembe az akkori Magyar Közösség pártjával, akik végül is etnikai politizálást folytattak. Tehát ez egy 30
éves kérdés már most Szlovákiában a magyar kisebbség szempontjából, hogy etnikai, tehát magyar pártként határozzuk meg magunkat, vagy sem. És most hát valójában most már két cikluson, vagy két választásokon ez az elképzelés kapott nagy pofont. A legutóbbi pofon után összeálltak a pártok, de hát szörnyű módon fél évvel a választások előtt újra összevesztek a hídasok, elmentek ők, szövetkeztek Durindával, a korábbi kormányfővel, de az nem jött be, meg volt egy Magyar Fórum nevű kezdeményezés, az is egy korábbi hídas miniszter vezette, de hát ő is szövetkezett több kis szlovák párttal, de most az se jött be. Hát most az a döbbenet van, hogy se a szlovákokkal való szövetkezés, se az egyedüli magyar pártként való indulás nem jött be, mivel hát úgy tűnik a környezetemben is ezt látom, hogy a magyar közösség egyszerűen besokalt attól, hogy a politikai vezetők nem tudnak egységre jutni, pedig egyértelmű üzenete volt ez az elmúlt választásoknak, és így sokan szlovák pártra szavaztak most is. Ugye a magyar kisebbség az egy kb. 8%-át teszi ki a szlovák lakosságnak, és ebből azért az 5% kijöhetne, de nem jön ki, mivel egyrészt sokan csalódtak a politikából, és még olyan mértékben sem mennek el választani, mint a szlovákok, illetve elég nagy számba a szlovák pártokra adják le a voksukat. Azt hozzá kell tenni, hogy szlovák pártokban is indulnak magyar nemzetiségű politikusok, tehát így is bekerülhetnek. Most is bekerült Grendel Gábor, azt hiszem, hogy a most felálló parlamentben ő lesz egyedüli magyar nemzetiségű, ő egy ismert név, egy ismert politikus már évek óta, de hát az bizonyos az, hogy azért a magyar ügyeket igazából egy magyar pártnak kéne képviselnie, csak sajnos most hát így mondom, hogy ez a szövetségnél a magyar párt bármennyire is fogadkoztak, megbukott. Ez lett volna az egyik következő kérdésem, és ezt már ugye félig meg is válaszoltad, hogy a kialakult ellentétekre és a szlovák pártokra való szavazásról szerettelek volna kérdezni, vagy erre szerettem volna rákérdezni, viszont akkor itt még annyit mondjál nekünk, légy szíves, vagy erről egy rövid betekintést próbáljunk esetleg nyújtani, hogy az ellentétek egyébként mi körül alakulnak ki? Hiszen ugye innen Magyarországról ugye ezt nem mindig lehet annyira nagy részletességgel megfigyelni vagy látni, és ugye már önmagában sokaknak az is meglepő például, hogy sok párt van. Ennek a történelmi hátteréről most az előző percekben is mondtál pár szót, és azt is elmondtad például, hogy sokan szavaznak át szlovák pártokra. Egyrészt akkor az első kérdésem az lenne, hogy milyen okok mentén vannak például ellentétek, és a második pedig talán az lenne, hogy az átszavazásra pedig akkor közvetlenül ennek az ellentéteknek az eredménye, tehát hogy a választók megunták ezt a fajta politikai játszmák sorozatát, és emiatt választottak végül úgy, hogy akkor mégiscsak szlovák pártra adják le a voksot? Hát az utóbbi kérdésedre válasz, igen. Az első kérdés az, hát így mondom, mert tényleg talán nem annyira világos Magyarországról, hogy ugyanúgy, ahogy a magyarországi magyar közösség, ugyanúgy a szlovákiai magyar közösség is, hogy mondjam, értékrend vagy világkép mentén megosztott, és ennek alapján voltak korábban a három párt, tehát volt egy klasszikus konzervatív, volt egy klasszikus liberális, de még most a 90-es évekről beszélek, és volt egy olyan, aki a magyarság képviseletére tette a hangsúlyt. Tehát azért mondom, hogy ez van, ez a megosztás természetesen ugyanúgy, mint mindenhol, csak éppen az bizonyosodott be, hogy tehát, hogy mondjam, a választóknak választani kell, hogy mi a magyar választóknak választani kell, hogy mi a fontosabb. Az, hogy most magyarként azért szavazok a magyar pártra, mivel a magyar érdek
képviselve legyen a szlovák parlamentben, vagy pedig más a világnézeten, vagy jobboldali, baloldali nézetei alapján. Tehát azért mondom, hogy végül is volt mindig ez a megosztás, de amikor, amikor egy magyar párt alakult, akkor végül is a magyarok úgy mondom, hogy könnyebb dolguk volt választani, mert azt mondták, hogy inkább a magyar képviseletre szavazok. Azért mondom, hogy most konkrétan a szövetség vezető is azt mondták, hogy lehet, hogy ezzel megbukott az etnikai alapú politizálás Szlovákiában, tehát hogy már arra, hogy magyarok vagyunk, nem adják a voksukat, legalábbis a többség, a magyar többség nem. Igazából úgy hallatunk, hogy előre hozott fel a témákat, amiket én akartam felhozni, ugyanis a következő kérdésem pont erre vonatkozott volna, hogy az etnikai alapú politizálásról esett szó így a választások után. Sok politikus szakértő kommentálta, hogy nagy valószínűséggel ez akár az etnikai politizálás végét jelentheti, ilyen állítások is elhangzottak. És akkor így az adásunk végéhez közeledve akkor egy ilyen kérdést még akkor felvetnék, hogy te ezzel alapvetően egyetértenél, hogy jelen pillanatban azok az eredmények, azok a paraméterek, amik most meghatározzák akár a szlovák politikát, azok nem kedveznek az etnikai politizálásnak, és itt valamilyen fajta stratégiaváltásra lenne szükség a magyar érdekképviselet elérése érdekében? Én azt gondolom, és azt látom a környezetemben is, és ez a választás is azt mutatta meg, hogy ha összetudnának fogni, akkor még mindig be lehetne jutni a parlamentbe. Tehát lehet azzal kampányolni is, hogy igen, magyar érdekképviselet, tehát úgymond etnikai alapon megszólítani a választókat. Van annyi magyar választó, aki erre reagálna. Tehát az a 5% azért meg kellene, hogy legyen. De egyszerűen sokan azt mondták, hogy ha a vezető politikusok nem tudnak megegyezni, akkor én miért adjam a voksomat rájuk. Tehát szerintem van ennek létjogosultsága Szlovákiában, mivel valóban igaz, hogy bár megvannak a jogaink, de a magyar ügyeket a szlovákok szívből nem tudják képviselni. Ugye ez az elmúlt időszak is ezt mutatta, hogy bár voltak ígéretek, azért nem valósultak meg maradéktalanul. Hála Istennek már azért nem az van, mint a 90-es években, hogy extrém nacionalista politika volna, ebből már hála Istennek kinőttünk, annak is köszönhetően, hogy magyar pártok többször voltak kormányon. Tehát a magyar kisebbségre a szlovák többség is politikailag úgy tekintett korábban, mint a demokratikus erőre, egy demokratikus folyamatok előmozdítóira. Tehát az már nincs azért, hogy esetleg atrocitások vagy elnyomások, még a korábbi nemzeti vagy nacionalista erők is inkább az utóbbi időben magyar barátok. Viszont a többletjogokat, vagy hát olyan magyar ügyeket azért nem tudnak a szlovákok úgy képviselni. Tehát lenne rá igény, lenne rá akarat. Én azt mondom, hogy a magyar politikai vezetők buktak meg ebbe a témában. Volt még egy fontos kampánytéma, amely ugye a világpolitikát is rendkívül tematizálta az elmúlt időszakban, ez pedig nem más, mint az orosz-ukrán háború, és ugye ahogy adásunkban, ebben az adásunkban is más szakértők, illetve hírbeszámolók is bemutatták, hogy itt is kiemelt téma volt az orosz-ukrán háború, és ugye nagyon sok média például úgy számolt be az eredményekről, hogy most akkor orosz párti kormány alakul Szlovákiában, vagy ukrán ellenes párt, ilyen jellegű melléknevek repkedtek, és akkor még így adásunk legvégén még erre kérdeznék rá, hogy hogy látott-e ennek a kérdésnek a szlovákiai lecsapódását? Bizonyos elemzők például egészen odáig elmentek, hogy ők azt állítják, hogy ez akár a szlovák választók egyfajta békecentrikusságát is jelentheti, vagy hogy esetleg változást szeretnének mondjuk az Ukrajnának nyújtott támogatás politikájának kérdéseiben, de hát ezt jobban látod onnan a helyszínről. Mik most így a választói elvárások? Játszhatott ez bármilyen szerepet?
Igen, nagy szerepet játszott, annál is inkább, mivel Robert Fico, aki korábban hát szinte mondhatjuk, hogy bukott politikus volt, pont ennek a témának a nyomvonalán tudott most győzni. Ő jól ráérzett, hogy van egy, hát nem azt mondom, hogy a többség, de egy komoly választói réteg, akinek most így leegyszerűsítve mondom, talán olyan álláspontja van, amilyen Magyarországnak is, tehát hogy ne támogassuk fegyverekkel Ukrajnát. Az előző kormány teljes mellszélességgel állt ki Ukrajna mellett, viszont a lakosság körében volt egy elég nagy, talán nem is ukrán ellenesség, picit talán orosz barátság, inkább ebbe a kérdésbe, hogy fegyvereket ne adjunk. És Fico, Robert Fico erre nagyon jól ráérzett, nagyon jól rájátszott a kampányban, és hát ennek köszönheti, úgy látom, hogy lényegében ennek köszönheti a győzelmét, ami azért nem olyan nagy győzelem, tehát egy 23%-at szerzett, csak a szlovák párt struktúra az olyan, hogy mindig sok párt volt, meg van is, így ez a 23% most elég volt a győzelemhez, és igen, ennek a nyomán. Az, hogy végül, ha kormány tud alakítani Fico, hogy mennyibe lesz a kormánypolitikája orosz barát, illetve Amerika ellenes, milyen hangokat most megütött a kampányba, az azért nagy kérdés. Én szerintem a kampányban sokkal extrémebb volt a kommunikációja, mint amilyen kormánypárton lesz. Őtőle azért megszokhattuk, mivel ugye ő már háromszor volt miniszterelnök, tehát azért van annyira pragmatikus, hogy most ráérzett, hogy ezt kell mondani, viszont kormányon szerintem máshogy fog viselkedni, illetve már mai nap nyilatkozta azt, hogy az ország, Szlovákia külpolitikai irányultsága nem változik. Az ukrán kérdésben lehetnek változások, de a külpolitikában nem. Magyarul ez szerintem azt jelenti, hogy az euróatlanti tagságunk az nincs veszélyben. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy kaphattunk egy ilyen betekintést a szlovák választások utáni helyzetbe. Érdeklődve várjuk majd a kormányalakítás lépéseit és a további fejleményeket. Bugár Árpád, köszönjük szépen! Én is köszönöm, minden jót kívánok!